Nem érzünk, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent akár ön vagy a pártja Magyarország számára? Úgy gondoljuk, hogy a kettős állampolgárok jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot. Nem egy olyan párt, amelyikre 1 millió ember szavazott Magyarországon. A román magyar kettős állampolgárok is? Azt nem látom, hogy hogyan ide. Steiner Gábor az imént az Alkotmányügyi Bizottságon azt mondta, hogy ön fasiszta. Hát kérem, ez is a szólásszabadságnak a részeként. Mindenki azt mond és azt gondol, amit akar. Tegnapi tüntetésen többetlen kiabálták, hogy mondjon le, gondolt már erre? Nem gondoltam még erre. Vagy szerint az ön hétfői kijelentése jogosan kelt félelmet néhány emberben? Nyilván a rettegés is egy Magyarországon egy szakmává vált itt természetesen. Ha visszaemlékezünk, 2 évtized alatt itt már voltak emberek, akik a saját bőrükből való lámpaernyőkészítést vizionálták, akik már összecsomagolták a bőrüngyeiket mindenféle más kijelentés kapcsán. Nem gondol bele abba, hogy éppen a B60 évvel az előtti események kapcsán milyen asszociációkat kelt és milyen érzékenységet sért, és hány emberben okoz félelmet, és hány ember érzéseit korbácsolhatja? Természetesen fölkorbácsolhatja az érzelmeket, hogyha valaki egy ilyen kijelentésre hiszterikusan reagál. Ha megbocsátanak, de 10 perccel ezelőtt elkezdődött a bizottság. És akkor a tegnapi tüntetés egy hiszterikus reakció volt? Úgy gondolom, hogy nagyon sok értelemben igen. Tehát, hogyha ott meghallgattuk a felszólalásokat, meg a tömegnek is az indulatait, akkor azt lehetett látni, hogy ők belevetítettek valami olyat az én beszédembe, ami ott el sem hangzott. Tehát például listáról szó nem volt az én felszólalásomban. A megszámolás és a listázás között van különbségek szerint? Ön azt mondta, hogy számolják meg. Vessenek számot, tehát, és az átvilágítására hangzott el részemről javaslat. Miért nem vesz részt a bizottság ülésén? Vége lett a bizottság ülésnek. Ennyi volt? Hát egy nagyon gyors napirend volt, és ez általában csak egy ilyen technikai jellegű, amire 10 perc lefutott az interjúkkal, addigra már vége lett.